Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és újra elérkezett a parapéntek, úgyhogy folytatjuk onnan, ahol abba hagytuk. Méghozzá a konariumot. Jól emlékszem, a szívem nem bírja a stresszt. Szóval ott fejeztük... Igen, szóval ott fejeztük be az előző részt, hogy le kellett menni a... Mi az? Tenger alatt járóhoz. És ugye legalábbis azt megtaláltuk, és azzal kell majd eljutnunk valahova megkeresni a, úgymond a kutatótársainkat. Viszont ugye az a probléma történt, hogy hát... Szóval az a... Szeretném beszélni a tenger alatt járóba? Most nem. És akkor nem. Szóval az a probléma történt, hogy itt vagyunk ugye ebben a nagy barlangrendszerben, ugye az Antarktisznál. Ugye? Antarktisz? Mindegy. Hideg van, az a lényeg, de nagyon. És... És a lényeg az, hogy fogtunk egy jelet. Méghozzá... egy társunktól, hogy menjünk, szálljunk be a... ide. És... keressük meg őt. És kövessük a fényeket, azt mondta. Na hát, most mi ezt fogjuk tenni. Követjük a fényeket. Aha. Az tudja, hogy valami... micsoda? Ha milyen menő már? Ó! Hát az... És hova megyünk? Ja! De nekem kell menni, várjál! Hú, ja várjál! Csak finoman, nyugodtan, lassan. Falnak fogunk menni. Le tudok... Hát ez milyen játék már? Le tudok ereszkedni. Micsoda? És a shift-el föl. What? Életem játéka. Halljak meg. Jaj. Úristen, de menő. De felfedezek itt mindent. Jaj, igen, tudom, vezetek. Houston. Elbasztam. Miért nem ezt mondták amúgy a... Álljunk meg egy kicsit. Kövesd a fényeket. Jó. Sárga a hőmérő vigyó. Hiii! Álljunk már meg, mi volt az? Az a hetes pedig a túlmelegedés a filmezhető lámpa. Aha. Nem melegszünk túl, hát tök hideg van, hát az Antarktiszon vagyunk, ne csináljad már. Elbasztam. Széttöröm itt az tenger alatt járót. Állj, ott vannak a fények. Ott vannak a fények.
követem őket. Nagyon menő. Esküszöm. Egy másik ott van fönt, szóval fölfelé. Jogi. Minden indultunk? Most mentem egy kört. Lehet, innen indultunk. Sikeresen visszajöttem a kezdési pontra. Úgyhogy szétbasztam a tengerről. Járod, hát végül is az én vagyok. Jó, várjátok, akkor arra vannak a fények. Hó, látom. Nem, vissza hát előre. Csapassuk. Menjünk le. Ott vannak arra. Itt lent. Most nagyon lassan megyünk. Anita ilyen... nem jó, kezdőszint. Igen, a vezetéssel vannak problémák. Élvezzük ki, hogy betört az üveg. Szerintem ez nagyon jó. A látvány. Kicsit közepes tempóra kapcsolunk. Áj. Mi az itt lent? Az itt fény. Kövesd a fényt. Hát én követem. Kicsit gyorsabban is követhetjük. Most mennyedesben vagyunk, az a lényeg. Ránk omlik ez a szikla. Már megint. Remélem, nem ez a hang nem az üveg repedését. Mutatja be, mert. Rendesen. Ott van lent egy fény, jó. Rendesen belementünk a dolgokba. Közepes tempót diktálunk. Jó. Ilyen béka ember, jó. Kő. Szikla. Aha. Azt akkor most... Álljunk meg! Nem állj! Álljunk meg! Ez a sodor minket. Át sussanunk. Ilyen kecsesen. Houston! Lejjebb, még egy kicsit. Oké, egy pillanatot kérek, éppen telefon. Már megint. Elnézést kérek. Hát tovább. Úgy. Uhi. Ja. Jaj, nem. Jaj. Elfelejtettem, melyikkel kell. Jó nagy. Szobrok mindenfelé. Ez mennyi béka ember van?
fények. Hát most... Megint ezek a fura hangok. Hát én nagyon ügyesen követem ezeket a fényeket. Van, de ha van, belejön ide a szemembe. Közepes tempóval megyünk. Jaj, 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 nem jó, nem jó, nem jó. Álljunk meg. Óvatosan. Lassan. Csak nyugodtan. Mi a teve, nyereg? Ezzel most... Ezt kerüljem? Ki vagy? Hát ez meg mi a... Hát elúszunk. Fölötte így... Így nyugisba. Majdnem beszartam. Csak egy kicsit, ugye finoman. Kérdezné az ember, és hogy lehet azt finoman intézni? Hát így... Folyósan. Na, Én voltam! Jaj! Mi van? Hát pedig fölfele megyek! Elbasztam. Nem kell jobban szétkúrni. Hogy vezették? Mi? Hű? Hajjaj! Hallod, én nem fogok képzségbe odaérni. Bárhova is menni kell. Olyan vezetési tudásom, hogy itt bajok vannak most már. És már csöpög a víz! De hát fölfelé mentem, hát hogy mentem neki? Hagyjuk már. De még itt nincs víz. Nem én voltam! No, 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 no! Ha mondom. Á, akkor nem én törtem össze, jó van. Alapból össze kell törni. Jó van, akkor nincs semmi baj. Vagy lehet, hogy csak halucináljam megint. Vagy valami hasonló. Na! Na! Hűha. Elvitt az üdítő. De van egy almám. Vagy nekem most menni kéne? Jaj, hát meghaltam, azt itt a fehér fény, de mindig azt mondja, hogy ne menj a fehér fény felé. Nem tudok máshol menni. Ó, pepe, jó van. Vissza lehetett menni? Ja, jó van, nem szabad. Where am I? How did I get here? Nem tudok visszamenni. Tehát, ez fura volt egyébként, mert ugye azt szét kellett volna nézni, vagy nem tudom, aztán így visszamenni az ajtón, és így visszamentem, vagy én nem tudom. Itt vér van. Nem lehet bemenni a vízbe, jó van akkor. Nincs talán semmi.
Érdekes, hogy mindenhol ég a tűz. To other expedition parties. Is there anyone who can read me? One person is dead, and two others have been injured by the partial ice cave collapse. There is something here with us. Do not come through our expedition route. I repeat, do not come through our expedition route. Yes, I read you. This is Frank. For God's sake, what happened? And please, tell me where I can find you. Frank, do not stray from your path. We have come across something terrible. Do not come here through our expedition route, no matter what happens. It looks like this fiendish netherworld depends on some kind of energy. An energy that is stored in curious stoneworks similar to an obelisk with crystals on top. And they are able to clear away some of the strange plants. Igen is? Dr. Faust? Dr. Faust? Oh, come on, not again! This is nonsense. I cannot understand what is going on. Okay. This stonework seems weak. This wall seems... Szétkapkodom! Ó, Istenem! Medál. Trófeát. De ezek mire jók? Jó van. Onnan jöttünk. Ah, itt megint hallucinációk. As I predicted, a race, reptilian in physiology, lived inside these ruins after the original builders. The Elder Things left the area after some unknown cataclysmic event, now lost in an archaic and lost chapter of Earth's history. This relief depicts some reptilian creatures treating an Elder Thing with reverence. And the other relief with four tall figures, I believe symbolizes empty vessels. Huh. Golems.
We've seen the same vessel figures, depicted as assuming different roles, several times in most of the murals or reliefs we've come across so far. Okay. Én mondtam, hogy hüllőbigyók voltak itt. De szépek vagytok. Annyira jó, annyira jó, annyira. I can't move it. The ice on the track is obstructing movement. Van még valami kehed? Hú, amit megint csináltam. Jó. Szóval bizonyos most már az ősi civilizációt, az ötig is vágtam. De csávó azt mondta, hogy ne menjünk utána, ami én meg bezzeg, utána kell mennem. Megint én vagyok. Jaj, de szép vagyok. Nem kell csinálnom semmit. Na. Nem tudom elővenni. Nem tudok csinálni semmit. Ó, zá. Keserves mindenedet. Igen, és miért kell ide jönni? Vagy feljönni? Jó van. Nem értem. De nem hiába kell ide jönni? Vagyis feljönni? Nem tudom. Csak dísz lenne? Ennyire? Nem lehet ütni semmit. Hát jó van akkor. Akkor mindegy. És ezt a jeget? Se. Vagy nem tudom mi az. Milyen kis kopogó cipője van a csávónak? Oh, hello. Ez meg mi? Itt valami egy középen megégett rajta, egy körbe. Hogyha ilyen égés nyomok lennének.
Halló? Mi ez? Egy díszes tegy, amely középen egy kellemesen világító külláthatóan. Ez nagyon jó, kellemesen világít. Az attól még nem véd meg. Vagy a franc se tudja. Csokkolom. Csokkolom, be vagyok szarva. Óram Isten. Why you... Mi? Kineke... Ki? Micsoda? Ami alienek lesznek itt? Megjöttük... Ez most mi? Nem, itt. Nem. Csinálni kell valamit. Csak még nem tudjuk mit. Ha. Jó van. Összettük. Ja, ott csak át lehet menni. Aha. Jó van. Csak úgy... Kíváncsi voltam, hogy... Igen, és most? Okay. Ez nagyon... Mi van? Fel kellett tölteni. Bánt. Nem. Hát ez szopás. Ha! Milyen menő már? Jó, oké.
Ez jó, 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 jó. Feltöltjük az energiát. Oké. Okay. Okay. Mix lenne belőle. Oké. Hűha. Te jószagú úristen! Mi van? Egy tollas maszk, melyet a végleges nyugóhelyén ücsörgő egyik csont vesz fejére vettem le, a megkövült tollakon színezés jeleit látni. A rengeteg az egyik, hogy igen színpompás lehetett. Hát ez... Ez egy ember... volt. Oké. Okay. Tetszik ez nekem. Nem tetszik ez nekem. Üvegkoporsók, jó van. Tiszta. Hamcsipő. Ja, Istenem, mi az ott? Istenem. Te. Dilo. From some of the bas-reliefs explored in the seemingly oldest structure, which had been weathered into shapeless ruins ages ago, we learned that these reptilian creatures were the inhabitants of this eon-dead city. But while some of them were enshrouded in special coffins, these are standing still, glued to their vertical rock coffins with an awful-looking ooze. Curiously, they were firmly placed in the niches on some of the walls. Okay, so amit tartott a kezét. Szóval ez egy ilyen halott hüllő izé. És még mindig épp a teste. Mert ilyen nyálkába volt belerakva. Amit most taposunk rajta. Egyeseket meg ilyen jég üvegkoposúba raktak bele. Okay. Viszont a másik oldalra még nem néztünk el, tehát én most visszamegyek oda. Arra. Ja? Ez így ennyi lett volna? Na. Nem tudok lemenni. What? Erre gondoltam. The same set of symbols we've seen in strangely carved niches all around here matches with what is written in the oldest parchment. I believe uncertainly that they represent a destination towards somewhere significant.
don't remember this symbol. Ja, hogy vannak ilyen szimbólumok. That glyph doesn't ring any bells. The symbol on this stone is illegible. There's no glyph on this stone. I don't remember this symbol. Na, jó van akkor. Semmire sem emlékszel. This symbol is exactly the same with the one I saw in the vision about repetition of specific symbols within the caverns below the base. That glyph doesn't ring any bells. I don't remember this symbol. That glyph doesn't ring any bells. The symbol on this stone is illegible. There's no glyph on this stone. The symbol on this stone is illegible. I don't remember this symbol. Persze, nem emlékszel semmire se. That glyph doesn't ring any bells. Jó kutató vagy te. I don't remember this symbol. The symbol on this stone is illegible. És végigkattingottam mindent. There's no glyph on this stone. I don't remember this symbol. The symbol on this stone is illegible. There's no glyph on this stone. Jó. Elzsibadt a lábam. Jó, és akkor jó, és itt mentünk föl. Egyenesen. Erre. Aztán erre. Aztán elő kell kapni ezt a Eidehuszárt. Visszatérünk oda, feltöltjük. Fel van töltve. Na most futás. Tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin. Hess, innen férgek! Hess! Fű, de jó nektek! Meg is állhattuk nyugodtan. Gyorsan már, meg ki fog örülni a zém. Basszus! Fel kell tölteni valahogy. Elbasztam. Á, nem, itt van egy. Okay. Gyertek, férgek! Megsuhintalak titeket! Ha! Hát ez meg mi az Isten? Ja! Ja, hogy rajzolni kell. Jól van, ez így nem lesz jó.
Jó, hát... nem tudom, pont huszár lettem, nem tudom. Keressünk gyerekek szimbólumot. Csillag! Csillag már van. Csillag. Kinek tetszik a csillag ötlet? Nem tudom. Oh, mamma mia! Nem tudom. Fura hangok. Nem tudom. Csak úgy nyitom, ladoznak dolgok? Ha nem leszünk jóban. Na jó. Nem. Jól van, várjatok. De mi, hogy sikerült vonalat rajzolnom az előbb? Várjál, hát ide kattintottam. Ide. Nem jó az exerit. Jól van. Akkor szomorodjál meg! Fura hangok. Csillag az nem. Az nem játszik. Akkor... akkor mi? Ó, Istenem! Órám szerint fel kéne kelnem. Jó van. És mi van, ha... biztos, hogy előtt kell egyébként kirajzolni. De mi van, ha mondjuk az egészet beszínezem? Csak érdeklődöm. Na, akkor erre mit lép a... játék. Jó! Akkor... kivilágította a szememet. Van nálam valami rajzok. Ez. Ez más.
Szóval, hogy a furcsa falagott kérésekben ugyanazok a szimbólumok megegyeznek a legrégebbi papíron szereplőkkel, az úgy hiszem talán lényeges dolog. És melyik? Hogy néz ki? Nincs itt valami útmutatója, magyarázat? Kézikönyv? Mit nem veszek észre? Itt fogok megöregedni! Aki ezt a pontozást kitalálta, remélem belehal. Trófeatárgyak. Jó, nézd! Jézusom, megijedtem. Csöngetnek, csöngetnek, hála Istennek. Na, tehát, halvány lila gőzöm sincs. Halvány lila meg gőz. Hogy mit kell itt csinálni. Vagyis azt tudom, hogy mit kell csinálni, de hogy milyen szimbólumot kell ebbe a trutyiba belefesteni, azt már nem tudom. Vannak bajok, Houston. Vannak itt bajok. Biztos vagyok benne, hogy valamit kihagytam. Ezért... mi van? Ezért nem tudom megcsinálni. De olyan szimbólumot kéne vagy itt találni itt bent, ami jó. Ami jó. Vagy... vagy az nem itt van. Úgyhogy... A lényeg, hogy voltam egy másik helyen. Venni a köveket. Na most
De eddig nem tudtam elvenni a köveket. És többet nem is bírom elvenni. Jó, és akkor melyiket vettem el? Azt a fura jelűt. Azt. Jó van. Mi csípi az orrom. Csípi. Csípi! Mindegy. A lápomáson látott vörös kristály. Itt van valami, amit nem csináltam meg. Ezt berakom oda. És akkor többit így feltölti, vagy nem tudom. De itt körbe is leszette a izé cuccokat. Jó. De ezt most itt hagyjuk. Ezzel csinálni kell, nem? Vagy nem? Nem hiába vagyunk itt, akkor mit kell vele csinálni? Vissza kell hozni a... Vissza kell hozni a kristályt. Jó van. Oké, gyorsan visszahozom a kristályt. Kizárásos alapon. Foglalkozni azzal a kristályok kecsen mindent. Hogy fut? Kezd fáradni. Csinóni! Sugd meg, te kristály! Támasz fel a halottat! Itt vannak valami jelek. Mindjárt kifogy belőle az energia. És ezzel mit kell csinálni? Én nem tudom. Oké, jól vagyok. Még jól vagyok. Most...
Arról lehez a vörös kristályt, hogy különös ember közé, és a mellett. Oké. Okay. Jó! Fú, te, ez nagyon nehéz szülés volt, gyerekek. Engem néha csak a puszta véletlen visz rá, hogy mi történik. Ha való életben is így lenne, a puszta véletlen miatt maradok életben. Konkrétan. Megkérdezik, hát maga annak nagyon jók a képességei, hát igen, a puszta véletlen. Azok nagyon jók szoktak lenni. Na, takarítsd el innen a szemetet. Visszamegyek, beírom azt a jelet. Na, menj innen. Beírom azt a jelet, és akkor itt ennél a résznél ezt be is fejezem. Megőrít ez a sok nyálkár. Mi történik? Dilo. A karakterünknek a feje nincs jól. Látszik. Baszki. Jó van, mindegy. Milyen szemed énekel? A vision, perhaps? Oh, I think somehow it has something to do with the intense headaches. Oh. Hát ennek intenzív volt a fejfájása, igen, olyan volt... Blood? Érzik az orrod. Hát ez migrén. De az ember megint... Behalucinálom a izét. Ugye ezek itt... Ez ősi civilizáció, de ezek nem izék lesznek ilyen, nem tudom mik, mutánsok, meg ilyen fura lények, hanem az emberek csak, nem tudom. Csak behalúzzuk, hogy izé. Na, hess innen növény! Hadd írjam be azt a jelet. Ezekre is azt hittük, hogy ilyen izék, az közben ezek emberek. Na, meg feje sincs. Jó, ennek se, nem minek az. Jó. Feltöltjük ezt az energiabigyót. Jó van, csapas terül, fos, fos, fos. Fos, 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 fos. Na, terünk. Na, visszajöttünk, szóval. Hál' Istenek, szóval mi volt a jel? Rajz. Zsü, Zorro, tyüntyű. Oké. Zsü. Vagy nem így. Nem jó. Ki? Nem jó. Ki? Ez eddig jó, mert így maradt. Nem jó. Mi? Nem jó. Mi nem jó? Hogy néz ki az? Engem nem baszol el. Lefotózom. Engem nem baszol el. Lefotóztam.
Na, szóval Zorro 2.0. Így. Így. Nem jó. Így. De mi nem jó? Akkor ez így jó. És akkor kicsit új. Nem jó. Nem jó. De ez jó. Megőrülök. Ez így jó? Oké, ez így, így-e. Meg így-e. Így, így, így. Nem jó! Ja nem, meg így. Mi? Ez onnan lentről, ez alulról föl, ez föntről. Nem. Micsoda? Nem volt mindegy, hogy honnan kezded, hogy föntről, alulról és fönt-fönt izé. Hogy az, ami kitalált, az... Na megnézzük, hova vezet, és aztán befejeztem. Mert idegrohamon rángás kapok. Fejezetet váltunk. Na, hála Istennek. Nagyon jó. Igen. Mi mindig megyünk lefelé. Ó, de jó. De jó. Menj már. Oké. Na, hát lejöttünk egy alsó szintre. Akin játékot elmentem a ide. Teljesen jó lesz én szerintem. És innen fogom szerintem folytatni a következő részt. Erős érzésekkel teli, azt kell mondanom. Jó, mert egyébként szerintem ez a játék így élvezetes. Egyre több ilyen mindent kell megtudni, úgyhogy szerintem ez teljesen rendben van. Oké. Akkor én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogyha mondjuk csak ide tévedtél a csatornára, és nem vagy feliratkozva, és érdekelnek ezek a videók, vagy esetleg más videót láttál tőlem, és ez is megtetszett, vagy nem tetszett meg, de a többi jó, és hasonlókat még szeretnél látni, akkor nyomj egy feliratkozás gombot, illetve a kis csengőt, hiszen csak akkor küld a YouTube-ról a értesítést, hogy bármit feltöltöttem a csatornára, illetve ha már fel vagy iratkozva, de még a kis csengő nincs megnyomva, akkor az érdemes, mert másképp nem fogsz értesülni arról, hogy valami felkerült ide. Továbbá van egyébként lent a leírásban egy Discord szerver, ahol nyugodtan lehet csatlakozni, hogyha oda csatlakoztok, akkor ott lehet egyébként barátokat keresni, vagy csak úgy beszélgetni, dumálni különböző dolgokról, illetve a Discord, ugye ez mindig küld értesítést arról, ha még esetleg a YouTube-ban lenne bármi probléma, hogy feltettem a csatornára videót. Úgyhogy meg egyébként ott próbálok rendszeresen fent lenni,
Úgyhogy, de hogyha ott egyébként bármi van, akkor tudtok írni, és azt én látni is fogom. Úgyhogy, én köszönöm szépen a figyelmet, és hogy itt voltatok, találkozunk következő hét pénteken. Sziasztok!